Én így mutatom. Micsoda ez? Ki tudja? Egy zongora. Harmonika. Ez? Harmonika. Nem. Ez nem zongora. Mondom a nevét. Xylotera. Xylotera. Gyerekek! Gyere ide, Csiluka! Mutasd be ezt a hangszert, légy szíves! Pengesd meg! Jó. Ott a pengető, látod? Igen. Vedd ki. Pengesd bátran. Pengesd végig az akkordokat. Tetszik a hangszer? Igen. Na most figyeljetek ide. Pillanatok alatt meg tudtok rajta tanulni játszani. Csiruka, maradj itten. Csak ide jöttem. Tessék, fogd meg a pengetőt. Mutasd meg, hogy kell megfogni ezt a pengetőt. Mutasd a gyerekeknek. Úgy mutasd körbe, hogy fogja, látod. És eljátszunk egy dalt. Tessék. Ahol fényt fogsz látni, annál a citeránál, annál a lyuknál, azt fogod megpengetni. És a lyuk alatt kell pengetni. Lyuk alatt. Lyuk alatt. Alatta, kis barátom. Alatta. Így. Ó, de üljél szembe vele. Figyeljétek! Kezdjük! Szeretnék szántani a tükröt, hajtani, ha eljön a rózsát, az ekkét tartani. Tassuk meg! Ügyes voltál, Csiluka! Jó! Ki próbálja meg ki, az óvónéni megmondja, hogy melyik gyerek jöjjön. Adod a neki a pengetőt, amelyik gyereknek... Megnyerik. Ha ügyesen játszod, megtapsoljuk, jó? Jó. Kezdje. Alatta, lyuk alatt. Szeretnék szántani, ha tükröt hajtani, ha eljön a rózsát, az ekkét tartani. Remélem, hogy te tudni fogod. Tessék, foglalj helyet. Tanuljátok ti is a dalt, és énekeljétek velem együtt. Várjál, csak ahol fény van. Kezdjél. Szeretnék szántani, ha tükröt hajtani, ha eljön a rózsán, az ekkét tartani. Gyere, Nikolá! Ide üljél vele szembe. Kezdjük. Alatta, lyuk alatt. Szeretnék szántani, ha tükröt hajtani, ha eljön a rózsát, az ekkét tartani. Jó, ugye voltál, adod a következő gyereknek. Gyere, Zsajka. Szeretnék szántani, ha tükröt hajtani, ha eljön a rózsát, a tekét tartani. Gyere, Lexike! Szeretnék szántani,
a tükröt hajtani, ha eljött a rózsát, a szekét tartani. Itten gyesed. Te nem jól fogod a pengetőt, figyelj, csak nézd meg, hogy van a kezemben, látod, hogy van? Így fog meg. És pengesed. Gyered még számtani, a tükröt hajtani, ha eljön a rózsát, az tükét tartani. Nem ott, itt a lyuk alatt kezdjed. Szeretnék szántani, a tükröt hajtani, ha eljön a rózsát, az ekét tartani. Tükröt hajtani, ha eljön a rózsát, az ekét tartani. Csak ez lassú szám, és lassan kell végighúzni a húrokat. Nem kell csapni, csak szép lassan. Következő. Szeretnék számítani, ha tükröt hajtani, ha eljön a rózsám, a tekét tartani. Nehéz volt? Nem. Jó, ügyes voltam. Van még gyerek? Gyere, Dávid. Gyere ide szembe, ő szembe. Szeretnék szántani, a tükröt hajtani, ha eljön a rózsát, az ekét tartani. Csak az a baj, hogy nem énekli te. Tessék? Nem, ide beszéltem. Nem éneklitek. És én be fogok rekedni. Nem sajnáltok engem? Nem. Hát énekeljétek, tanuljátok meg. Tudjátok, hogy mi az ököl? Mi? A szarvasmarha. Valami van vele, amit majd később megtudtok, de egy szarvasmarha. És régen azzal szántottak, nem traktorral. Nem traktorral? Nem traktorral, igen. Szarvasmarhával. És hat ökör volt befogva, és utána volt az eke. Az ekéről hallottatok, mi az eke? Nem. Nem tudják? Igen, de az a te hallottál? Igen, mert egyszer volt egy könyve, még benne volt az ökör. Nagyon jó. Akkor te már láttad. Nagyon jó. Van még gyerek, aki? Van ezt a gyerek. Egyet. Szeretnék szántani, tükröt hajtani, ha eljött a rózsán, az ekét tartani. Van, amíg gyerek? Szeretnék még gyereket. Emelj a kezét. Ki nem volt? Tamás. Mert szeretnék számítani, a tükröt
hajtani, ha eljött, ha róla, ha tették, tartani. De énekeljtek velem, gyerekek! Egyre már be vagyok rekedve! Szeretnék szántani a tükröt, hajtani, ha eljött, a rózsákat egy-két tartani. Így már sokkal jó! Ugye szóltam? Szeretnék! Mész, Kitti? Igen. Na, megpróbálj ki. Figyelj. Énekelj. Szeretnék szántani, ha tökröd, hajtani, ha eljött, arrozsá az öki tartani. Ki szeretné? Meg Orsika is. De ők elöldik, csak jelentkeznek, aki szeretné. Ha nem szeretnék, akkor ne jönnek. Csak aki szeretné. Aki nem volt még. Orsika, kipróbálod? Gyere! Szeretnék szántani, ha tökröd, hajtani, ha eljön. A rózsák az egy-két tartani. Igen, szeretné még valaki? Most gondolkod. És jelentkezz. Rózsi még nem. Már voltál? Aki nem volt. Aki nem volt. Ki szeretné kipróbálni? Aki nem volt. Tomika, kipróbálod? Kipróbálod? Na gyere, kipróbálni. Gyere. Ki szeretné még? Maria, kipróbálod? Senki sem, gyerekek, most gondolkoz. Gyerekek, nagyon ügyesek voltatok. Nagyon ügyesek. Ki az, aki szeretne ezen a hangszeren játszani? Ki az szeretne, mert én velem. Ki az, aki szeretne megtanulni rajta több számot, több dalt játszani? Én. Nagyon jó. Akkor beszéltek meg otthon a szüleitekkel, hogy gyűjtsenek pénzt, és ezt a hangszert egy barátom készítette, egy volt tanítványom. Ez prototípus, egyedi darab, de hogyha lenne megrendelés, biztos megcsinálna másnak is. Gyerekek, a tavaszi szelet ismerik a gyereket? Megpróbálom, nehezebb kísérni, azért nem választottam azt a dalt, hogy ebben a hangnemben el tudják énekelni? Elkezdem én is, hogy tudják úgy énekelni? Megnézzük. Várjátok, egyszer eléneklem én, és ha azt tudjátok úgy énekelni, akkor másodjára énekeljük együtt. Tavaszi szél vizet árad, virágom, virágom. Minden madártársat válasz, virágom, virágom. Hát én imád itt válasszak, virágom, virágom. Te rengeled, én. Yeah.
Én nyújtották a kezdet, nem értettem. Igen, de mit szeretnétek? Ezt még nehezen meg tudom mondani. Figyelj oda! Jántani a hangot. Jó, majd nem kérdezzük, hogy lehet-e jó. Gyerekek, figyeltek csak ide! Hoztam valami játékot. Igen. Gyerekek, kéne építsenek valamit. Építek? Van kedvetek? Igen! Csiruka meg fogja mutatni, és hogyha tetszik nektek, akkor mindenki fog belőle kapni, és mindenki tud építeni. Figyeljétek meg! Maradj a helyed, most mindenki visszajön a helyére.